Véget ért az uniós csúcs Portugáliában. A tagállamok Magyarország kivételével továbbra is vakcina hiánnyal küzdenek. Egyedül csak itthon sikerült elérni eddig, hogy életkortól függetlenül bárki azonnal kaphat oltást. Orbán Viktor azt mondta, hogy az oltásokon múlik, hogy milyen ütemben lehet újraindítani a gazdaságot, ezért egész Európában mindenkit meg kell győzni, hogy kéri az oltást. Reggelig Magyarországon 4.261.000-en kapták meg legalább az első adagot. Majdnem 2,5 millióan túl vannak már a második dózison is. Jó hír, hogy ismét meredekebben megy felfelé a piros vonal. Jelenleg 4.260.000-nél több embert oltottunk be, és összességében több mint 2.450.000 ember már a második oltását is megkapta. Jól halad a magyar oltási program, nyilatkozta a közmédiának György István, az oltási munkacsoport vezetője. Magyarország az átoltottság terén megelőzi az Európai Uniót, ahol sok helyütt még nem gondolkodhatnak az élet újraindításán, mert nem tudnak úgy oltani, ahogy szeretnének. Minél több életet lehessen megmenteni, és minél hamarabb térjen vissza az élet a rendes kerékvágásba. Erről tárgyaltak a kétnapos csúcs találkozón az Unió állam és kormányfői Portóban. A tanácskozás első napján késő éjszakában nyúlóan egyeztetett az Európai Tanács. Portóban most éjjel 1 óra van otthon, meg éjjel 2. Véget ért az Európai Tanács ülésének első napja. Az oltás, a gazdaság újraindítása, ez a legfontosabb téma a tanácskozáson, jelentette ki a pénteki egyeztetést követően Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett videóban. A miniszterelnök azt is mondta, örömmel fogadta mindenki az egészségügyi világszervezet döntését, hogy egy újabb vakcinát minősítettek biztonságosnak és ajánlják használatra. Hangsúlyozta, az oltáson múlik minden. Egyúttal szólt arról is, hogy egyetértés van az uniós vezetők közt abban is, hogy az oltás ellenességet le kell győzni. Egyetértettünk abban, hogy az oltás ellenes hangokkal és kampányokkal szemben fel kell lépnünk, próbáljunk mindenkit egész Európában meggyőzni arról, hogy vegye fel az oltást, ezen múlik, mikor indíthatjuk újra a gazdaságainkat. A kormányfő a közösségi oldalán napközben több bejegyzést is megosztott a tárgyalásról. Az egyikben ismét a vakcinák fontosságát hangsúlyozta. Azt írta, oltás, oltás, oltás. A másik bejegyzése a csúcs találkozó szünetéről szól, amelyben a kormányfő azt mutatta be, hogy az Európai Tanács ülésének szünetében sincs megállás, és Mateusz Morawiecki lengyel kormányfővel, valamint Emmanuel Macron francia elnökkel közösen fontos egyeztetéseket folytattak. Történelmi vereséget szenvedett tegnap azzal a magyar baloldali ellenzék, hogy a WHO elismerte a kínai vakcinát. A baloldalnak bocsánatot kellene kérnie a félrevezető oltásellenes kampánya miatt, mondta ifjabb Lomnici Zoltán az M1-en. Elnézést kellene kérni mindenkitől, akit félrevezetett a kínai vakcinával, a Sinopharmmal kapcsolatban, illetve azt is most már be kellene látni az Európai Gyógyszerügynökségnek, mert ez kapcsolódik az ön kérdéséhez, hogy igenis nem politikai alapon kellene dönteni egy-egy vakcina sorsáról. A századvég jogi szakértője hozzátette, a turizmusból élő mediterrán országokkal tesznek rosszat azzal, ha a keleti vakcinák ellen lépnek fel. Nem Magyarországgal, ahol jóval nagyobb az átoltottság, mint az EU-ban, ami hazánk sikere és az unió kudarca.